a csinovnyik halála. Egy kiváló szép estén a nem kevésbé kiváló Iván Dmitrics Cserjakov hagyatéki végrehajtó a földszinti zsője második sorában ült, és látsövén keresztül gyönyörködött a kornövéi harangokban. Gyönyörködött, és a földi boldogság csúcspontján érezte magát. De hirtelen Elbeszélésekben gyakorta találkozunk ezzel a hirtelennel. Igazuk is van az íróknak. Az élet olyannyira bővelkedik váratlan meglepetésekben. Nos, Cserjakov arca hirtelen elfintorodott. Szeme kitüllett, lélegzete elállt. Leeresztette szem elől a előre előrehajolt és... <tosz> Amint tetszett látni, itt Tüsszenteni sehol senkinek sem tilos. Tüsszent a paraszt, tüsszent a rendőrkapitány, sőt, némelykor még a valóságos titkos tanácsos is. Mindenki tüsszent. Cserviakov nem is jött zavarba, megtörölközött zsebkendőjével, és mint udvarias ember körülnézett, nem zavarta meg valakit a tüsszentésével. Ekkor azonban menthetetlenül zavarba jött. Észre vette, hogy a zsője első sorában az előtte ülő öreg úr Kesztyűjével törögeti tarkóját, skopasz fejét, és valamit mormol hozzá Az öreg úrban Brizsalov államtanácsost A közlekedési minisztérium tábornoki rangban levőt főtisztviselőjét ismerte föl Ráprüszköltem, gondolta a röstelkedve Cservyákov Nem a főnököm más hivatalban szolgál, de csak kínos Bocsánatot kell kérnem Cserviakov köhécselt, felsőtestével előre és a tábornok fülébe sokta. <kül> Bocsásom meg, miért uram? Leprüszköltem, nem szándékosan tettem. Ne kérem, semmi az egész. Bocsásson meg az Istennek, kérem. Igazán nem, igazán nem akarom. hagyjon békén, kérem, ne zaklasson már. Cserviakov még jobban zavarba jött. Bambán elmosolyodott, és felnézett a színpadra. Nézett, nézett, de előbbi boldogsága nyomtalanul eltűnt. Nyugtalanságja törte. A szünetben odalépett Brizsalovhoz, egy darabig szaladt mellette, majd félénkségét leküzdve megszólította. Az imént leprüszköltem mélt Uram. bocsásson meg én, igazán nem azért, hogy... Elég volt, rég elfelejtettem az egészet, és maga még mindig ugyanazt hajtogatja. Szólt rá a tábornok, és türelmetlenül mozgatta alsó állkapcsát. Azt mondja, elfelejtette a szeméből, mert csak úgy árad a gyűlölség. Gondolta magában Cserviákov, és gyanakodva pillantott a tábornokra. Szóba se akar állni velem. Meg kellene neki magyarázni, hogy nem szán szándékkal tettem, hogy ez a természet törvény. Máskülönben még azt gondolja, hogy le akartam köpni. Ha most nem gondoljam, hogy később beszébe jut. Cserviakov hazaérkezvén előadta a feleségének akaratlan udvariatlanságát. Úgy vélte, hogy az asszony igen könnyedén fogta fel a történteket. Előbb egy kisén megijedt, de amikor megtudta, hogy Brizsalov más hivatalbeli, mindjárt megnyugodott. Tudod mit? Mégiscsak menj el hozzá bocsánatot kérni. Ajánlotta, azután... Nehogy azt higgye, hogy nem tudsz illendően viselkedni jó társaságban. Éppen erről van szó. Bocsánatot kértem tőle, de Valahogy furcsán fogadta. Egy jó szót sem szólt. Meg nem is volt rá idő, hogy megbeszéljük a dolgot. Másnap Cserviakov felöltötte vadonatúj hivatali egyenruháját, megnyiratkozott, és elment Brizsálafhoz bocsánatot kérni. A tábornok fogadószobájában már rengeteg kérelmezőt talált, és közöttük megpillantotta magát a tábornokot is, aki már megkezdte a fogadást. Miután néhány kérelmezőt meghallgatott, Brizsalov végre Cserviakovra emelte tekintetét. Tegnap az Arkádia színházban, ha méltóztatik rá emlékezni, miért uram... Kezdte meg előadását a hagyatéki végrehajtó. Tüsszentettem is... Véletlenül lefröcsköltem, bocsánat. Hát ezek meg miféle? Ilyen semmiséggel zaklat? Most mit kíván? Fordult a tábornok a soron következő kérelmezőhöz. Szóba se áll velem, gondolta Cserjakov elsápadva. Tehát varogszik. Nem, nem, ezt nem hagyhatom annyiban. Meg kell neki magyaráznom. Amikor a tábornok az utolsó várakozóval is végzett, és megindult belső szobái felé, Cserjakov utána vetette magát. Métusos uram, mogyogta. Ha zaklatni bátorkodom a méltós urat, úgy ez kizárólag a bűntudat érzületéből fakad, hiszen nem szándékkal tettem ezt, méltóztatik tudni. A tábornok bosszus arcot vágott és lemondóan legyintett. De hiszen ön csúfolódik velem, tisztelt uram! Recsekte, és azzal eltűnt az ajtó mögött. Mert hogyan csúfolódnék? Morfontírozott Cserviakov. Szó szóval sincs itt semmiféle csúfolódásról. Ilyen nagy úr aztán mégsem érti meg. Nos, ha így van, bezeg, nem kérek többé bocsánatot ettől a nagy képű alaktól. Vigyél az ördög! Levelet írok neki, de személyesen nem megyek el hozzá többi. Nem én. Ekképpen gondolkozott Cserviakov hazafelé menet. Ám de nem írt levelet a tábornoknak. Gondolkodott, gondolkodott, de sehogyan sem sikerült kieszelnie, hogy mit írjon. Másnap mégiscsak személyesen kellett elmennie hozzá kimagyarázkodni. nem, azért zaklattam méltosak hogy csúfolódjam, mint ezt tegnap mondani tetszett. Csupán azért jöttem, hogy bocsánatot kérek, amiért tüsszentettem, és lefröcsköltem méltosan. Eszembe se jutott, hogy a csúfolódjam. Hogy elismernék én Csúfolodni egy olyan nagy uralom, ilyen méltósagsorral. Ha magunkfajta ember csúfolodásra vete mennék akkor izé, hová lenne akkor a, a tisztelet, a tekintély tisztelete? Egy hát szóra. Takarodjék! Tessék! Takarodjék! Takarodjék! Kíren! Cserviakov bensejében valami megszakadt. Se látott, se hallott, úgy vonszolta magát az ajtóig. Majd kiosont az utcára, és roskadozva elindult. Gépiesen hazaért, a vadonatúj egyenruháját végig végigfeküdt a diványon, és meghalt.